Lukás István, süsű a sárkány, a bűvös virág. Reggel harson a szóra ébredt a várnépe. Álmosan tódult ki mindenki a piacra, dörzsölték a szemüket, kérdezgették, hogy mi van, mi van, kíváncsian nézegették az ásítózó írnokot, aki nagy papírt tartott a kezében, s az erkéről integetett feléjük. Süsű a hátsó kertben locsolta a virágait, a hasonló szóra felkapta a fejét, ez meg mi lehet? Dünnyögte, és a piac térre üre ügetett. Az írnok befejezte az ásítozást, egyet-kettőt krákogott, majd a papírra pislogva így szólt. Figyelem, figyelem! Amint tudjátok, a szokásoknak és a hagyományoknak megfelelően ma tartjuk a királyfi hetedik születésnapját, s mivel, hogy éppen mára esik. Ugye mindenki elkészítette titkos ajándékát, hogy nagyobb legyen a meglepetés, a királyi család tegnap elutazott, és amikor visszajönnek, átadjuk a titkos ajándékot. Süsü forgatta a fejét. Erősen figyelt, de sajnos nem értett egy szót sem. Suttogva megkérdezte az előtte álló csizmadiától. Titok? Milyen meglepetés? Milyen titok? Az ajándék, válaszolta csizmadia. Az a titok. Tudsz titkot tartani? Na ide néz. Szép kis csizmami. Még nincs teljesen kész, de ide még teszek egy kis aranyfityegőt, ide meg egy kis ezüst akkor aztán gyönyörű lesz. A pék is belekotyogott a beszélgetésbe, előhúzott egy mézes kalács húszárt, és megmutatta. Láttál már ilyen szépet? Na, ide teszek még egy kis piros cukrot, ide meg egy kis zöld karamellet, és te milyen ajándékot adsz? Süsű -sü bánatosan csóválta a fejét, hogy még nem tudja, ő nem tudott az egész titokról. Az írnok befejezte a beszédet, a nép szétszélett, süsük bánatosan ballagott hátra a virágaihoz. Motyogott, meg dünnyögött, meg siránkozott. Mindenki ad valamit a kis királyfinak, csak én nem, pedig én is nagyon szeretem. Titokban is, és nyíltan is. De mit adjak neki? Kizmát, azt már kap. Mízes huszárt? Azt is kap. Virágot? Nem jó, nem elég titkos, hiszen együtt locsoltuk őket. Akkor hát majd titkos virágot kap. Ez az! Nagyon jó barátom az öreg kertész a tudományok várában, majd ő segít. tudományok várában épp egy csomó látogató érkezett. Az öreg kertész fogadta őket az üvegházban, és mutogatta a csodálatos virágokat. A látogatók között ott volt a sárkány is, mélyen a szemébe húzta a sapkáját, nem akarta, hogy észrevegyék, mivel egyszer már kitiltották innen, mert sárkányfű helyett innen szedett virágot. Az öreg kertész bemutatkozott. Üdvözlöm Önöket! Én vagyok a kertész. Kérem, hogy ne nyúljanak semmihez. Ez egy különleges virágkert. A tudósoknak sikerült megszüntetni az össze-vissza növő virágokat. Kiküszöbölték az értéktelen tulajdonságaikat, mint például a szín, meg az illat. Mindegyikből kivonták az értékeket, és egyesítették. Íme, itt láthatóak a tudományos virágok, melyek nem szépek, nem illatosak, csak hasznosak. Süsü -sü pissegett az üvegház mögül, az öreg kertész odanézett, intett, hogy mindjárt jön. Bekapcsolta a magnetofont, amely tovább darálta a tudományos szöveget, és odament Süsühöz. Süsü, Süsü, de örülök, hogy látnak! Mi kéne, ha volna? Sü -sü titokzatos képpel piszegett, meg sugdosott. Pszt! A kis királyfi születés napjára kellene egy virág! Az öreg kertész a köténye zsebébe kotorázott, virágmagocska zacskókat szedett elő. Értem, vágy, van itt minden, nézzük csak. Házasság? még korai. Vendégség? Nem ez kell. Hajnövesztő? Nem, 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 nem. Aha, itt van születésnapi bűvös virág. Ez jó lesz. Születésnapi bűvös virág? És estére kinő? Nem vették észre, hogy a sárkány leselkedik, hallgatózik a közelben, amikor az öreg kertész elmagyarázta, hogy mit kell tenni. Itt a mag, ültest el, locsold meg, és estére kinő. A sárkány főárus gonoszul vigyorogva elosont, heherészet meg motyorászott. <laughs> Bűvös virág! <laughs> Majd megvesem, hova ültet, és aztán... Az öreg kertész tovább magyarázott süsűnek. És meg kell tanulnod egy versikét. Figyelj, amikor meglocsoltad, el kell mondanod. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám, Ha bánatér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat, Becézgeted, örül ám, Szíved vidul, lelked röpül csodálatos illatán. Orvosság ez minden bajra, gondot s a bút Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán és ha kabzsi és gonosz kéz bimbót levélt ráncigál, megérzi, és a gonoszon előbb-utóbb bosszút áll. Süsü megköszönte a virágmagot, és elbúcsúzott az öreg kertésztől. Köszönöm, nekem is lesz ajándékom, titkos, bűvös virág!